végső soron nagyon érdekes, hogy hogy alakul a program. Ez a szám már itt van körülbelül nekem egy hónapja, hogy majd egyszer valamikor lejátszom, és lám, most jön az az alkalom, amikor meg kell, hiszen miről lesz szó? Otrantói ütközetről, Horthy Miklósról, és Kis Ágnes hozza a programot. Hadd szóljanak meg a fiúk! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. Magyar történelem. Most a 20. század első feléről fogunk beszélni, az otrantói csatáról. 1917. május 15-e. És akit kérdezek, az Reinis Egon barátom, műkedvelő történész. Szóval, kedves Egon, miért fontos Otrantó? Otrantó egy nagyon izgalmas tengeri csata volt, amiben három osztrák-magyar gyorscirkáló és néhány romboló vett részt. Ez volt az a flotta kötelék, amit Horthy Miklós vezetett, mint kötelékparancsnok, és a feladat célja ennek a bizonyos otrantói tengerzárnak az áttörése volt. És mi az, hogy tengerzár? A tengerzár az egy nagyon érdekes dolog volt. Ekkoriban már meglehetősen nagy távolságra voltak alkalmazhatók a tenger alattjárók. Az Adriáról tulajdonképpen már a háború közepén eredményesen futottak ki az osztrák-magyar és az ide telepített német tenger alattjárók, akik a Gallipoli partraszállásnál támadták az ellenséges nehézhajókat, később pedig a földközi tenger Antant teherhajóforgalmát, ezért úgy döntött a hármas angol, olasz, francia flotta parancsnokság, amelyik az Adriának ezért a részéről volt felelős, hogy lezárja a tengert. Ez az ezért a részér, ez hol is van, ez a része? Ez a rész tulajdonképpen az Adria kapuja, az úgynevezett otrantói szoros. Igen. Nehéz antant hajók már nem mertek bejönni az osztrák-magyar tenger alattjárók miatt az Adriára, viszont azt próbálták meg akadályozni ezzel a zárral, hogy a tenger alattjárók kiussanak a földközi tengerre. Hogy nézett ki egy ilyen tengerzár? A tengerzár az részben fix, részben mobil acélhálókból állt, amiket egyrészt muránói üveggömbökre lógattak be és lehorgonyoztak, a másik részüket, ami a nyílt tenger mélyebb szakaszain volt, ezt halászhajókból átalakított őrhajók vontatták, ezeken az őrhajókon elhelyeztek kisebb ágyukat, és abba reménykedett az Antant, hogy ebbe beleakadnak a visszatérő vagy a kifutó osztrák-magyar tenger alattjárók, vagy ha esetleg a közelben emiatt fölemelkednek a felszínre tájékozódni, akkor ezekkel az ágyukkal meg is próbálják a tenger alattjárókat jelentősen megrongálni vagy elsüllyeszteni. Jó, és kivállalta azt a feladatot, hogy ezt a tengerzárat áttörje. Horthy Miklós a híres gyorscirkálókkal, amelyek a Novara, Szajda és a Helgoland voltak, és ezek közül például a Novara magyar hajógyárban készült, többször részt vett már ilyen akciókban. Ekkor a tengerzár áttörését maga a főparancsnokság és Nyegovan tengernagy rendelte el. Horthy Miklós egy teljes flotta köteléket kapott, hogy ezt a feladatot végrehajtsa. És mi történt? Az akció tulajdonképpen 1917. május 14-én 18:30-kor kezdődött, ekkor a három gyorscirkáló, a Helgoland, a Novara és a Szajda, és két romboló, a Csepel és a Balaton, különböző feladatokkal, különböző irányokban indult el, hogy a zárat több helyen feltörjék, és a zár nagy részében elsüllyesszék ezeket a hajókat, amik az őrjáratot és a hálókat vontatták. Majd, mikor ezt a feladatot végrehajtották, akkor egy meghatározott ponton egyesültek, hogy közös erővel áttörjenek a kattarói öböl irányába, mert az angol és az olasz flotta nagy erőkkel megpróbálja elvágni a hazatérés útvonalát. És hogy sikerült ez az akció? Az akcióban teljes siker volt. Az előbb megnevezett hajóegységek igen sok őrhajót süllyesztettek el, gyakorlatilag a teljes zárat feltörték, és a hálók nagy része is megsemmisült. Itt külön ki kell emelni azt, hogy a Novara
gyorssirkáló, 12 felfegyverzett halászgőzösre bukkant, ezeknek egy jelentős részét elsüllyesztette, de gyakran azért, hogy kimentse a már elsüllyesztett őrhajóknak a legénységét, el is szalasztott néhányat, így több mint 35 tengerészt mentett meg. Emiatt, a lovagias magatartása miatt egy olasz tengernagy a háború után azt nyilatkozta, hogy ha Hortit elfogták volna például ennek a vállalkozásnak, igen, a keretében, akkor először kezet nyújtottak volna neki, mielőtt bármi más csinálna. Na tessék, ez a hősies cselekedete, ez tiszteletet váltott ki az ellenségből is. Így van. Na, de ugye azt tudjuk, hogy ebben az ütközetben, vagyis ebben az akcióban Horthy megsebesült. Ennek mi a története? Így van. Ott fejeztük be a történetet, hogy az osztrák-magyar flotta egységek sikerrel végrehajtották az áttörést, és megindultak hazafelé, Kattaró felé. Ekkor már erős, jelentős, ugye, angol és olasz flotta kötelékeket riadóztattak ezek az űrhajók, ugye, igen, a Morse rádió segítségével. Ezek megkezdték az osztrák-magyar hajók üldözését. Azt tudni kell, hogy ezek jóval nehezebb cirkálók voltak, és nagyobb hajóágyukkal rendelkeztek, mint a Novara gyorscirkálók, de abban lehetett reménykedni, hogy a gyors cirkálók a hatalmas sebességi fölényükkel hazajutnak. Hogy kihasználják az angol hajók a nagyobb kaliberű ágyújukat, ők már hatalmas távolságból 12.000 méterről megkezdték a tüzelést. Az osztrák-magyar hajók kötfüggöny segítségével megpróbáltak közelebb jutni, hogy ők is eredményesen lőjék az angol hajókat a maguk 10 cm-es kaliberű ágyújukkal. Egy hosszabb tengeri csata alakult ki, végül is a Novarát több telitalálat érte, az egyik telitalálattól végül is leálltak a gépek. És akkor ilyen, ekkor történt a sebesülés? Igen. Horthy Miklós ekkor sebesült meg, még az első találattól, ami a Parancsnoki híd közelében csapott be, itt több tengerészt is megsebesült és meghalt. Horthy megpróbálta még egy darabig irányítani a hajót, később annyira rosszul lett, hogy le kellett feküdnie. Milyen sebet kapott? Igen, több repesz találatot kapott, de annyira közel robbant a ellenséges gránát, hogy a ruhájának egy része le is égett róla, tehát direkt szerencse volt, hogy nagyon repesz, halálos repesz nem érte. Ekkor történt meg az a, lehet, hogy csak legenda, de sokan mesélték, hogy mikor megálltak a hajónak a gépei, akkor már nem volt feladatuk a fűtőknek. Ők direkt engedélyt kértek néhányan, hogy följöjjenek és megnézzék a parancsnokukat. Valószínűleg meg is érintették, meg Horthynak a ruháján több kormos foltot találtak. És ez fontos volt, ez a tudat a fűtőknek, hogy a parancsnok még él. Így van. Uh-huh. Jó, és ugye arról is van tudásunk, hogy sebesülten is ellátta a parancsnoki feladatokat. Igen. Sebesülten is megpróbálta ellátni a feladatokat, de többször el is vesztette az eszméletét. Egyébként súlyos halláskárosodást kapott egész életében. De hol sérült meg a fején, nem? Igen, tehát a kisebb repeszek érték a fején és a teste különböző részein, de annyira közel robbant a gránát, hogy az egyik füleinél teljesen beszakadt a dobhártyája. Uh-huh. Egész élete végéig emiatt ugye valamilyen szintű halláskárosodása volt. De ezután jött a nagy baj, mert a Novara gépei leálltak, így már ezt a flotta köteléket biztos, hogy elvágta volna a hazafelé úttól a sokkal erősebb rombolókból és cirkálókból álló olasz-angol flotta kötelék. A rombolók és a gyors cirkálók megpróbálták a megbénult Novarát védeni, sőt a Szajda vontató kötélre is vették, azonban így sem tudtak volna megmenekülni. De a tervben eleve benne volt egy csapda elem is. Aha, Horthy még... Igen, ez micsoda. Igen. Horthy még időben leadta a rádió táviratot azzal kapcsolatban, hogy az angol flotta kötelékeket, vagy angol-olasz flotta kötelékeket talán csapdába is lehetne csalni. Emiatt a kattarói öbölből, ahol a cirkáló flottája tartózkodott az osztrák-magyar hadiflottának, két öreg páncélos cirkáló, egyik a híres Szent György páncélos cirkáló kifutott a kötelék megsegítésére. A Szent György páncélos cirkáló hihetetlen gőzfejlesztéssel és hatalmas füsttel teljes sebességgel közeledett, és még azelőtt, hogy a túlerős Antant flotta kötelék meg tudta volna semmisíteni a megsérült Novarát, a Szent György páncélos cirkáló és az általa vezetett közelék
közelért, és érdekes módon a olasz és az angol cirkálók nem vállalták az ütközetet, és így Horthy Miklós köteléke megmenekült. Tehát akkor így aztán be tudták vontatni a hajót a katarói öbölbe. Így van. És aztán ennek a történésnek igen komoly utóélete lett. Így van. Mert hogy mi volt így ez? Van. A szakirodalom... Ugye úgy is emlegetik Horthyt, hogy az otrantói hős. Így van, pontosan. Ez Horthy karrierjének a szempontjából nagyon fontos volt, mert a szakirodalom ezt tartja a legsikeresebb zártörésnek, ráadásul itt használtak először élesben nagyarányú ködöt azért, hogy a bátran a könnyű cirkálók hatásos lövőtávolságba jussanak az ellenséghez. Ráadásul ez kombinált tenger és régi hadművelet volt, az osztrák-magyar vízirepülők és az olasz repülők is részt vettek az akcióban, és megpróbálták a flotta kötelékeket bombázni, tehát még egy kombinált légi és tengeri ütközet is volt ez. Horthy Miklós hírneve óriásit emelkedett ezzel. Többek között ez a tengeri ütközet és az előző vállalkozásai, ahol sorhajó kapitányként flotta kötelék parancsnok volt, vezetett oda, hogy IV. Károly végül tucatnyi magasabb rangú sorhajó kapitány és tengernagy helyett őt nevezte ki az osztrák-magyar operatív flotta parancsnokának. Uh-huh. És így kapcsolódik az ő neve aztán a Szent Istvánhoz, ugye? Így kapcsolódik a Szent Istvánhoz, bár ő ugye a Szent István elsüllyedésekor a Szent István testvérhajóján, a Viribus Unitisen hajózott, de tulajdonképpen a Szent Istvánhoz kapcsolható tengeri manőver is egy hatalmas zártörés lett volna, csak itt már az olasz flotta nagy részét megpróbálták ebben az ütközetben csapdába csalni, de tulajdonképpen ugyanúgy egy otrantói zártöréssel indult volna csalétekként az Antant számára ez a manőver, de végül is a teljes flotta kötelék, mint ahogy azt az előző adásunk, vagy egy régebbi adásunkban meséltük, a Szent István csatahajó elsüllyesztése miatt a teljes flotta köteléket Horthy Miklós visszarendelte. Nos, hát nem sokan dicsekedhetnek ilyen típusú hőstettekkel, és milyen jellem volt ő? Milyen volt az a jellemvonása, ami miatt ő ilyeneket végre tudott hajtani? Horthy Miklós egy nagyon gyakorlatias és nagyon ügyes tengerésztiszt volt, mind a tengerészeti lövészetben, mind a hajók vezetésében, és rendkívül vagány volt. Ő rengeteg flotta vállalkozást vezetett ezekkel a gyors cirkálókkal, és ezzel nagyon megalapozta a hírnevét, ezért bízták rá ezt a most elmesélt otrantói ütközetet is. Ez azt mutatja, hogy magyar emberek megállták a helyüket a tengeren is, rámenős, ügyes hadvezetéssel, túlerős kötelékek ellen is el tudtak érni sikert, és azt a nagyon kevés és nagyon ritka eredményt érte el Horthy, hogy a haditengerészetnél elérte a legmagasabb operatív flottai megbízatást, ő lett a flotta parancsnoka. Ha visszaemlékszünk a múltban, ezt azért néhány magyar már elérte, ugye, mert Hadik András jutott el a karrierje során oda, hogy az udvari haditanács elnöke lett. Uh-huh. Tehát akkor a tanulság az az, hogy aki mer, az nyer. Így van. Úgyhogy köszönöm szépen, kedves Egon, és köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Föld a tenger, kék az ég volt, hó, fehér a ki. Kati táncra perdült. Lein is Egon működelő történész és Kis Ágnest hallották. Ilyen érdekes volt. Lám, 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 lám. Te akartál valamit mennyi mondani. Mennyi minden van, amit nem tudunk még a magyar történelemből, és mennyire más oldaláról ismerhettük meg Horthy Miklóst. Én napestig elhallgatnám Egont, egyrészt, mert mindig nagyon érdekes, és nagyon jól van összerakva az előadása,
de természetesen ugye Ági is tudja, hogy hogy kérdezzen és mit kérdezzen, és gyönyörű, kiművelt hangja van, nagyon-nagyon jó a rádióra, és gyönyörűen artikulál, ami manapság már oly kevés ember figyel oda az artikulációra. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Egon, szenzációs volt.